Tisztelettel köszöntöm az Alfalu TV nézőit. Mai műsorunkban néhány tudnivalót szeretnénk közölni a közbiztonsággal kapcsolatosan. Pár kép erejéig a templom körüli munkálatokat is bemutatjuk önöknek. Majd végül az idei Alfalvi Napok programjából a Domokos Pál Péter Hagyományőrző Egyesület és a Mezőbergenyei Kincsásó Néptánc csoport műsorát láthatják. Tartsanak velünk! Az utóbbi napokban, hetekben egyre többet hallhattunk betörésekről, lopásokról, amelyek során komoly anyagi kár érte községünk lakóit. A rendőrség és a polgármesteri hivatal bizonyos óvintézkedésekre szólítja fel a lakosságot, Bege László alpolgármester tolmácsolásában. Sajnos úgy Hargita megyében, mint a településünkön is megjelentek olyan ismeretlen emberek, akik házról házra járva különböző ürüggyel bemennek, feltérképezik a dolgokat, és sajnos betörés sorozatnak vagyunk a tanúi az elmúlt időszakban, hiszen Alfaluban is több házba törtek be, és anyagi javakat tulajdonítottak el. Itt most egy picit a rendőrség kérésére is állok a kamera előtt, és szeretném tájékoztatni a lakosságot bizonyos óvintézkedésekről, amelyeket nemhogy jó, ha megtesznek, hanem úgymond kötelességük is. Sajnos már azok az idők elmúltak, amikor elég volt annyi, hogy egy seprűt keresztbe tettünk az ajtó előtt, és nem ment be senki. A mai világban nagyon-nagyon könnyű közlekedni, nagyon-nagyon könnyű eltűnni. Amíg régen szinte mindenki tudta, hogy ki merre jár, ma beül egy ismeretlen autóba is elmegy. Így elsősorban arra szeretném felhívni a lakosság figyelmét, ha nem tartózkodnak otthon, akkor mindenképp az első ott kezdődik, hogy az anyagi javakat és az értékeket egy jól zárható bármilyen helységbe, szekrénybe, vagy bármi egyéb dologba zárják külön el, és a kulcsot lehetőség szerint vagy tartsák maguknál, vagy egy teljesen más helyre tegyék el. A második pedig, ahogy távoznak, az ajtót zárják mindenképpen be. Az ajtó után mi következik? Ugye a kapu. Tehát ezt is, amennyiben lehetséges, a kaput is zárják be, és csak így hagyják el az ingatlanukat, hisz ezek által megelőzhetők az ilyen kellemetlen dolgok, hogy hazatérvén azt veszik észre, hogy ez vagy az hiányzik. A másik dolog, amire fel szeretném hívni, és ez egy nyugati példából tanulva, ahol például egyes testvértelepüléseinken is vannak ilyen problémák, hogy egy-egy népcsoport sajnos a lopásra specializálódott, ott ők úgy oldották meg, hát oldották, úgy kezelik egyrészül a kérdés, hogy kutyát tartanak. Tehát lehetőség szerint, most nem azt mondom, hogy minél nagyobb, annál jobb, de lehetőség szerint egy kis kutyát vagy bármit, és elegendő, egy kutyával meg lehet oldani bármilyen ilyen negatív dolgot. A következő dolog, amire nagyon-nagyon felhívjuk a lakosság figyelmét, és kérjük mi is, hogy figyeljenek oda, ha idegen autót látnak, különösen ilyen bolgár, meg lengyel, meg hasonló rendszámút, amelyet nem tudnak azonosítani. Ugye azért járnak az ilyen emberek a külföldi rendszámokkal, hisz a románt nagyon könnyű, tehát bármelyik román megyéből, ha egy rendszámú autó ide érkezik, azt 5 perc alatt utána van nézve, hogy ki nevén van, mi a helyzet, tehát azt nagyon-nagyon hamar le tudják ellenőrizni. Ezért járnak ők idegen autóval, nagyon sokszor még jobbkormányos is, tehát kitűnik mindenképp, kitűnik bolgár vagy lengyel, cseh, mind ilyen fura rendszámokkal közlekednek. Ez esetben, ha ilyet tapasztalnak, akkor mindenképp értesítsék vagy a polgármesteri hivatalt, vagy a rendőrséget. Tehát mindenképp a rendőrség jár el, de mi is tudjuk értesíteni. Hát akinek a száma könnyebben elérhető, azt kell hívni. Ugye a helyi adóba most jelen pillanatban is ki van téve egy telefonszám, amelyet lehet hívni. Oda kell figyeljünk egymásra, ez egy lényegi dolog. Felhívnám a figyelmet itt arra, hogy semmiképpen ne hagyjunk idős embereket hosszabb időre magukra. Tehát ők a leginkább kiszolgáltatottak ezeknek az embereknek. Nagyon sokszor hallok olyat, hogy bemennek és pénzt csalnak el tőlük, a saját beleegyezésükkel eladnak bóvlikat,
horribilis összegekért, és ezáltal pénzt csalnak ki tőlük, de ugyanígy sokkal könnyebb dolga van egy tolvajnak, hisz egy idős ember ellen se tud állni, ha egy jól megtermett fizikumú megy be hozzá. A polgármesteri hivatal nem ad engedélyt sohasem ilyen házalásokra, úgymond árvák vagy különböző ürüggyel történő segítésére, ha netán engedélyt ad, az helyi jelentőségű, és azt meghirdetjük a helyi adóban. Tehát ha a helyi adóban nem látnak hirdetést, hogy most ténylegesen gyűjtenek egy bizonyos célra, akkor megkérjük szépen, hogy ismételten csak értesítsék a hivatalt vagy a rendőrséget, és semmiképp ne engedjék be, ne adjanak nekik pénzt, hisz ezekből is nagyon-nagyon sok becsapás is. Ugye az egyik hozza után, egyik hozza a másikat a maga után, tehát felderítik a terepet, meglátják, hogy kinél merre, mi helyezkedik el, ki milyen módban él, és azt szerint majd visszamennek. Amilyen információink vannak, helyi csoportok vagy emberek foglalkoznak ilyennel, hogy felderítik, majd idegeneknek adják át az információkat, hogy hová kell menni, azok az idegenek eljönnek, elintézik a dolgokat, és el is tűztek, tehát így nyom sem marad. Tehát ezért mondom, hogy nagyon-nagyon fontos az, hogy az idegenekre figyeljünk, ha gyanúsat látunk, szóljunk, egymásra vigyázzunk. Ez a titka mindennek, hogy ha vigyázzunk egymásra, akkor nem történhet baj, úgymond. Elkezdődtek a templomkerítésben a munkálatok, térkövezés és zöldövezetek kialakítására fog sor kerülni. Ezen munkálatok a templom felújításának részét képezik, és amellett, hogy egy rendezett templomkertet láthatunk majd, fontos tényező az is, hogy ez alkalommal az esővíz szakszerű levezetése is megtörténik, így a kőkerítés állapota is jobban megőrizhető lesz.
hetedik alkalommal hívjuk Önöket a székelyföldi lovas ünnepre keresztelt nagyszabású lovas kutyás kultúrát magába foglaló eseménysorozatra, amelyet szeptember 20-21-én a Gyergyószentmiklósi lovaspályán szervez a Krigel Sportklub. Lovas kaszkadőrök, légi bemutató, díjugratás, huszárok, kettes és négyes fogatok versenye, kutyakiállítás, lószemle, kutyafogat és agility show, polgármesterek csatája, ostorművészet, rönterhelő és munkalovak versenye, vicces vetélkedő, haditorna és még sok más program a két nap alatt. Több mint 50 különböző látnivalóval kívánunk egy igényes, szórakoztató, feltöltődésre alkalmas hétvégét biztosítani mindazoknak, akik kilátogatnak erre a rendezvényre. Szombat este a DNS zenekar biztosítja a jó hangulatot. Szervezők: Krigel Sportklub, Hargita megye tanácsa és Gyergyószent Miklós önkormányzata. Kérjük, hogy családtagjait, barátait, szomszédjait is hozza a rendezvényre. Szeretettel várunk mindenkit. A belépés ingyenes. Az idei alfalvi napok keretében a Domokos Pál Péter Hagyományőrző Egyesület apraja nagyja, gyermekek, fiatalok és idősek egyaránt felléptek, és a mezőbergenyei kincsásó néptánc csoport is színesítette műsorával a falunapi programot. A következőkben tehát népi gyermekjátékokkal, népi tánccal, citera zenével szórakoztatjuk Önöket.
Hagyjad. Jó út. Köszönjük szépen a Lendvirágok néptánc csoportnak. Azért a fiúkot nem irigyelem ebbe a posztó nadrágba, ebbe a szép júniusi meleg időbe. Na de hát következnek az előkészítő osztály, Gál Katalin tanítónéni osztály, akik felcsíki táncokat fognak járni. Közben meg készül a harmadik A osztály.
szabuljatok rajta, 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 leszakadt a pajta, leszakadt a pajta, fennmaradt a macska. Búj, búj, zöld ág, zöld emberlegye, itt magad az aranyka, csakuljatok rajta. Kis kírózán, kaputak, kaputak, hadd kerüljen, váradat, váradat, szita, szita, péntek, szem, csütörtök, rosszertak. Búj, búj, zöld ág, zöld leveleske, nyitva van az aranyka, csakuljatok rajta. Rajta, rajta, leszaladt a pajta, leszaladt a pajta, benn maradt a macska. Búj, búj, zöld ág, zöld leveleske, nyitva van az aranyka, csakuljatok rajta.
Köszönjük szépen a harmadik A-osztály. Láttuk, hallottuk a színpadon. Élvezem ezt a részt, hogy jujujujujú. Ilyen az útelkötéskor, hogy szokták mondani az öreg asszonyok, hogy fogadjunk el liter bóba, amenny asszony, ki van furva, jujujujujú. Ezt így tovább elnyomja. Na hát, tovább pörgetve, mielőtt feljönne a következő osztály a színpadra, Török Ildikónak ad át szintén oklevelet, és Virág Csoklott Hunyadi Irénke tanító néni. Puszi, puszi, ugye? És hát akkor következik a első osztály, az első A-osztály és B-osztály, Búj-búj gyermekjátékokkal betanította Vargyas Hajnalka és Baric Rita. Fogadják sok szeretettel őket.
kapu, csak bújjatok rajta. Rajta, rajta, leszakadt a pajta, leszakadt a pajta, fennmaradt a macska. Búj, búj, zöld ág, zöld lepelecske, itt van az aranykapu, csak bújjatok rajta. Nyisd ki rózsán, kaputat, kaputat, hadd kerüljen, váradat, váradat, szita, szita, péntek, szerelem, csütörtök, jobb szerda. Búj, búj, zöld ág, zöld lepelecske, nyitva van az aranykapu, csak bújjatok rajta. Rajta, rajta, leszaladt a pajta, leszaladt a pajta, benn maradt a macska. Búj, búj, zöld ág, zöld lepelecske, nyitva van az aranykapu, csak bújjatok rajta. Kaputat, hadd kerüljen, váradat, váradat, szitta, szitta, péntek, szerelem, csütörtök, lopszerda. Hajni kiszen haj, nyűjbe sódar gömbölce, hajni kiszen haj, nyűjbe sódar gömbölce, kivisszük a betegséget, behozzuk a szerénységet, hajni kiszen haj, nyűjbe sódar gömbölce, hajni kiszen haj, nyűjbe sódar gömbölce, hajni kiszen haj, nyűjbe sódar gömbölce, kivisszük a betegséget, behozzuk az egészséget, hajni kiszen haj, nyűjbe sódar gömbölce. Jöjjön a tavasz, veszem a tél, jöjjön a tavasz, veszem a tél. Köszönjük szépen, az első A osztály és B osztályt hallottuk. Arrafele, könnyebb. Így ügyesen a tanítónéni felé oda lehet menni. Azért, hogy veszekedtek ilyen kicsikorban már, hallod de, majd mint a, mikor hajkor jöttél haza kicsit olyan típusra, hallod de, te kicsike. Amúgy én is tudok egy néptánc, ezt így ilyen csíkdánfalvi biccentősnek hívják ezt a ennyibe kimerüli a koreográfia, ilyen rövid művel. Van, amikor így megcselezik, hogy így is, így, de ez már csak haladó szint, ez kicsit nehezebb. Na hát, ugyanígy, ha lefáradtak a színpadról, akkor szintén oklevélben és virágban részesülnek a felkészítő pedagógusok, Vargyas Hajnalka és Baric Ritának ad át oklevelet Hunyadi Irénke tanító néni. Most pedig a negyedik B-osztályosok készülnek, akik moldvai táncokat fognak előadni, illetve ők következnek és készülnek a szatmári táncokkal a lendvirágok, ami tánc kategóriában a Domokos Pál Péter részéről az utolsó előadás. Ezt követően majd lesz citera, valamint itt vannak Mező Bergenyeiből, szintén táncosok, akik fel fognak lépni, na de addig is fogadják szeretettel a negyedik B-osztályt. Yeah.
Ilyenek a zenészek. Köszönjük szépen! Jobb kétszer, mint egyszer, se azt szokták mondani. Ami a reklám volt csak. Köszönjük szépen a Domokos Pál Péter Hagyományőrző Egyesület műsorát. Köszönjük a táncoktatónak, Karda Lászlónak, aki táncoktató és koreográfus. Most következnek a citerások műsora. Őket teszik fel, nem őket, hanem az asztal teszik fel a színpadra, és hamarosan fog kezdődni a műsor. Mondták, hogy megkértek, hogy mondjam el, hogy nyugdíjasok, tehát hobbi szinten csupán szeretetből teszik ezt, és azért zenélnek, tehát fogadják az ő műsorukat is, viszont előtte át szeretnének adni egy virágot, úgy látom a kicsikék, a mikrofont is átadom.
Lendvirágok néptánccsoport nevében köszönjük a tanítónéninek. Hunyadi Irénke tanítónének adják át ezt a virágot. Kell locsolni, át kell ültetni nagyobb cserébe, de az aztán még továbbá. Valamint, ha már Hunyadi Irénke itt van a színpadon, akkor szintén átad egész éves tevékenységéért és munkájáért egy oklevelet és virágcsoklót Ferenc Magdolna részére. Köszönjük szépen szorgos munkáját és tevékenységét. Köszönjük az összes táncosoknak, akik teszik ezt és öregbítik településünkön ennek a nevét, ennek a hagyománynak.
Oh, yeah.
Nagyon szépen köszönjük a citerásoknak, szintén átad Hunyadi Irénke tanító néni egy-egy szál virágot és oklevelet Iszlai Katalinnak, Májer Juliannának, Lőrinc Fülöpnek, Lőrinc Gyulának és Lőrinc Gergelynek, valamint Vizóli Kálmán részére is.
Magam és munkatársaim nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket. Várom Önöket egy hét múlva is a képernyők elé. Addig is tartalmas hetet kívánok Önöknek. A viszontlátásra!